Sheev Palpatine, Sith nevén Darth Sidious, a Galaktikus Köztársaság utolsó főkancellára és a Galaktikus Birodalom első császára volt. A kettő uralmának beteljesedése és a leghatalmasabbak egyike. Palpatine brilliáns stratéga és manipulátor volt. Az ő munkásságának köszönhetően robbant ki a milliárdok életét követelő klónok háborúja és a Jedi rend elpusztítása. Palpatine egymaga vezette a Galaktikus Köztársaságot és titokban a Független Rendszerek Konfederációját is. Így volt képes évekkel meghosszabbítani a csatározásukat, és így szerzett magának egyre több jogosítványt és egyre nagyobb hatalmat a Galaktikus Szenátustól, akkor még törvényes kereteken belül. Palpatine fiatal koráról keveset tudni. A birodalom megalapítása után ezek az információk rejtélyes módon eltűntek, bár valószínű, hogy maga Palpatine semmisítette meg, vagy tette elérhetetlenni ezeket. A Naboo bolygón született tehetős nemesi családba a Yavin csata előtt 82-vel. Bár szülei nevét sosem hozták nyilvánosságra, annyit tudni lehet, hogy nagy befolyással rendelkeztek. Már fiatal korában nagy érdeklődés mutatott a szitek iránt, és gyűjteni kezdte a rejtélyes tartalmakat. Yavin csata előtt 65-ben találkozott Hego Damaskkal, egy Moon üzletemberrel, aki valójában a Sith sötét nagyura Darth Plagueis volt. Az apja iránti gyűlölete egy alkalommal addig vezetett, míg megölte az egész családját. Ez pedig bizonyította elkötelezettségét a szitek ügye iránt. Ezek után Palpatine kettős életet élt. A hétköznapokban a Galaktikus Szenátuson belül egy Naboo-i szenátor volt, másfelől eközben Sidiousként Plagueistől tanulta a sötét oldal rejtelmeit, és megkezdték tevékenységüket a rend aláaknázása érdekében. Miközben Plagueis az örök élet titkát kereste, Sidious a politikai életben nyert teret magának, és megkezdte aláásni a szenátust. Ezzel a Palpatine megkezdte Maul kiképzését, hogy ők rejtve tudjanak maradni, mégis kellett egy likvidátor, aki ellátja a rá kiszabott feladatokat. A kereskedelmi szövetség bevonása után blokád alá vonták a Naboo bolygót, mélyítve a főkancellár tekintélyét. A konfliktus lehetőséget adott egy új, karizmatikus személy megválasztására, aki történetesen Palpatine lett. Közvetlen kikiáltása előtti éjszaka, Palpatine megölte mesterét álmában, így ő maradt egyedül a Sith sötét nagyura. A konfliktus lezárása és megválasztása után 10 évvel kitört a megrendezett háború a Független Rendszerek Szövetsége és a Galaktikus Köztársaság között. Mivel mind a két frakció végén ő volt a vezető, ezért addig mozgathatta és tolhatta a háború alakulását, ahogy jónak látta. Természetesen a köznép nem tudhatott erről, ezért szüksége volt egy olyan személyre, aki arcát is felvállalva küzd ellenségeivel. Így esett a választás a Jedi rendből távozó Dooku grófra, azaz Darth Tyranusra. A háború elhúzódásával a tömeg kezdett Palpatine mögé sorakozni, ezzel egyre több jogosítványokat ruháztak fel rá. A háború végez közeledve felfedte kiétét a Jedi lovag Anakin Skywalker előtt, akit évek óta manipulált. Egy sikertelen letartóztatási kísérlet után Palpatine Anakin tanítványával fogadta és elkeresztelte Darth Vadernél, majd a Jedikre fogta a pucs kísérletét, ezzel végleg maga mellé állítva a szenátust. A szinte már diktátori hatalma lévén Palpatine elrendelte a 66-os parancsot, célzilálva ezzel a Jedi rendet. Ezek után kikiáltotta az első Galaktikus Birodalom létrejöttét, magát pedig uralkodónak. Katonai berendezkedés névén a birodalom a félelem taktikájával uralta a galaxist. Ennek érdekében építették meg a történelem egyik legpusztítóbb fegyverét, a halálcsillagot, amely képes volt bolygók elpusztítására. Palpatine tudta nélkül időközben Vader kiképzett egy elképesztő erővel bíró erőhasználót, Galen Mareket, aki mit sem tudva az igazi rendeltetéséről, elősegítette a birodalomnak, hogy elfogják az alakulóban lévő lázadó vezetőket, hogy a még épülő halálcsillagon kivégezzék őket. Itt Galen konfrontálódott mind Vaderrel, mind pedig az uralkodóval, és hogy társai menekülését fedezni tudja, feláldozta magát. Később az életben maradottak a Marek ház címerét vették fel, mint a megalakuló szövetség hivatalos szimbóluma, a remény jelképe. A galaktikus polgárháború kirobbanásakor és az első halálcsillag pusztulásakor az uralkodó veszíteni kezdett abszolút uralmából. Tanulva hibájából, a második halálcsillag építésekor az uralkodó direkt adott át információkat a lázadóknak, ezzel csalogatva őket a biztos vesztükbe. A Yavin-i csata után bezárult a kör a lázadó flotta körül. A császár terve sikeres volt, és megkezdte Luke átcsapítását a sötét oldalra. Miután Luke megtagadta a sötét oldalt, Palpatine mérgébe szépen lassan halálra kínoszta Luke-ot. Látva fia szenvedését, Vader végleg megtört, és lehajtotta néhai mesterét a gigantikus állomás mélyébe, megölve ezzel őt. A galaktikus polgárháború hátralévő részében a birodalom maradékai a hatalomért küzdöttek, így egymást gyengítették meg. Végül a szövetséggel karöltve megalakították az új köztársaságot, azonban akárcsak mestere, Palpatine is kereste az örök élet titkát.
Bár Plagueis megölésével ennek minden további lehetőségét megfosztotta magától, mégis talált más megoldást erre. Egy rendkívül ritkös ősi technika lévén képes volt a lelkét átköltöztetni az erre a célra készített klóntestekbe. A feltámasztott Palpatine és a mélyülből érkező trónadmirálissal karöltve térdre kényszerítették az új köztársaságot, és hanvaiból a győzelem peremére kalauzolta a birodalmat. Még magát Luke Skywalker-t is képes volt ideiglenesen átállítani a sötét oldalra, ám végül kiszabadult irányítása alól, és megkezdték megsemmisíteni a klón testeit Palpatine-nek. Az utolsó éppen maradt testben mégis képes volt Palpatine beköltözni, és Luke-kal párbajba kezdtek. A kettők harca végül abban csúcsosodott ki, hogy Palpatine erővihart idézett meg, melynek pusztító ereje képes volt flottákat megsemmisíteni. Luke és Leia egyesített erővel megszakították a kapcsolatát az erővel, és az erővihar megölte végül őt. Miután az utolsó testes elpusztult, Palpatine megkísérelte a legközelebbi leggyengébb élőlényt megszállni, ami a még csecsemő Anakin Solo volt. Azonban összefogott erővel megállították Palpatine-t, és végleg megszűnt létezni a Yavin-i csata után 11-ben. Köszönöm, hogy megtekintetted. Gondolkoztatok már azon, hogy vajon miért nem talált rá a Jedi rend Palpatine-ra, ha ekkora erővel bírt? Lehetséges, hogy ez lesz a következő videó témája? Addig is lássuk, összebírunk-e szedni erre a videóra 250 lájkot. Sziasztok!